Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi történik szeptember hónapban? Ezt megtekintjük ennél a kivetésnél. Mégpedig a bak jegyében születetteknél. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Amire még szeretném felhívni a figyelmeteket, van egy akció, ha írtok nekem egy e-mailt, és kéritek a személyes szerencse számotokat, ezt ingyen megkapjátok tőlem. És most megnézzük azt, hogy mi történik szeptember hónapban a bak jegyében születetteknél. Itt van az első hét. Itt ez a kártya azt jelenti, hogy úgy gondolod, hogy minden a feje tetejére állt, és hogy elveszíted a talajt a lábad alól. Emiatt vannak itt még korlátozások, sőt, lehetnek itt gyermekkori emlékek, a medve jelentheti az apukádat, a hold pedig az anyukádat. De mi megfordíthatjuk ezt a kártyát, és én ezt megteszem. Látható az, hogy mennyire másképp hat ki, hiszen megvan ez az elegáns tartás, itt a fény jelenti az ötleteket, a kapcsolatot az isteni hatalommal, és a lába megérinti a földet. Valamit másképp kellene kezelni, másképp tekinteni erre, akkor elmúlnak a korlátozások, átteszed magad a szomorú emlékek felett, különösen ami a gyermekkorodat illeti. Persze a kártyák azt is jelenthetik, hogy valaki gondol rád a múltból, itt vannak az álmok, és a medve jelentheti az élet erőt, vagy a belső erőt, ezt a hitet, hogy hinni kellene ebben. És itt a csillagok szerencsét hoznak, megjelenik a nyilvánosság, kapsz elismerést, vagy találkoztok a nyilvánosságon. Ez a medve lehet a főnököd is, itt is megvan az elismerés, a szerencse. A kard jelenti a levegő elemét, a könnyűséget, az ötleteket, a kommunikációt, és itt ez a kehely kihat az érzelmekre, vagy ő kimutatja az érzelmeit, vagy hallgass a belső hangodra, és így tedd meg a döntéseidet. Legyen meg ez a belső erő, ez a bizalom, minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Második hét, szeptember hónapban itt látható. Itt a kelyhek jelentik az érzelmeket. Ez a kép utal az álmokra. Ha hiszel ebben, akkor ez az álom megvalósulhat. Ha ezt nem tudod elképzelni, ha nincs meg a hit, akkor ez egy illúzió és csalódásokhoz vezethet. És egy ilyen csalódás lehet itt egy sebzett emlék, sőt, félelmek is vannak, hogy valamit vagy valakit elveszítesz. Holott oda kellene nézni itt a háttérben erre a szent képre, hogy minden rendben van. De ne a veszteségekkel foglalkozz, hanem erősítsd a hitedet, hiszen mindaz, amit elképzelsz, megvalósulhat, és itt van akkor számodra ez a győzelem. Itt a hold jelentheti ugyanaz anyukát is, vagy az anyai érzelmeket, de utal az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre. Légy visszahúzódó, meditálj e felett, és erősíts a belső hitedet. Itt van a szent kép, ez megvalósul,
Itt is látható, hogy rendeződnek a dolgok, és lesz egy új kezdet. Itt a tűz eleméről van szó, itt a levegő eleméről, tehát ezt a férfit lelkesít valami, és a hölgy kezébe veszi a kardot, hoz döntéseket, és más irányba tekint. Harmadik hét, szeptember hónapban itt látható. Elhagyod a könnyek mezejét. Ezek lehetnek fájdalmas gyermekkori emlékek. Kell a pihenés, kell a nyugalom. Meditálj valami felett, itt megjelenik a szent kép, ugyanúgy, mint itt a háttérben, és erősítsd ezt a hitet, hiszen ez az angyal segít, hogy megtaláld a belső nyugalmadat, hogy legyen egy új kezdet, legyen egy új irány, hogy megvalósítsd a terveidet. És a fő papnő jelenthet egy spirituális területet is, de jelenti azt is, hogy itt lesz egy sors változás, bízd meg abban, hogy úgy alakulnak a dolgok, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. És itt látható az uralkodó, az uralkodó nő, tehát megvan köztetek a kapcsolat, a férfias, a nőies energia, uralkodtok a helyzet felett, itt lesz egy új irány, az egyik partot elhagyjátok, az új part ugyan még nem látható, de legyen meg a bizalom, hogy minden abba az irányba mozog, ahogy te itt elképzeled, és ahogy a csillagokban meg van írva, ahogy a sors könyvében szintén meg van írva. Utolsó hét, szeptember hónapban itt látható. Lesz közeledés. Valami változik a sors utadon. Megvan az erő, a belső erő is, a vonzalom, a szerelem, és az anyagiak javulnak, lesz egy jó ajánlat, pénz jön a házhoz. Itt ez az ajánlat lehet egy munkahelyi ajánlat is. És mindez útban van hozzád. Itt van a mozgás. Tehát pénz jön a házhoz, lesz egy jó ajánlat. Ez a mozgás itt mindazt jelentheti még, ami mozog. Sport, autó, utazások, változások, költözködés. És bízz ebben a szerelemben, bízz ebben az új kezdetben, és bízz a sors utadban. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!